sportosat. Híradónk vendége Pécs István, a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. Marketing vezetője. Szervusz, üdvözöllek! Így van, ugye amikor beszéltünk, hogy be lehet jönni egy ilyen beszélgetésre, arról volt szó, hogy kicsit elemenítsük fel, hogy mi történt az elmúlt szezonban. A galoppon már végeztünk, az ügetőn még néhány versenynap van. Nagy érdekesség, hogy a világon szinte egyedülálló módon a legnagyobb versenynap van hátra az ügető, legalábbis a látogatottság szempontjából az ügető szilveszter, úgyhogy erről mindenképp szeretnék beszélni. Mint marketing vezető, itt azért elég tevékenyen részt veszünk ennek a rendezvénynek a szervezésében. Ha már itt tartunk, azért ez hálás is való, mert ez az emberekben már benne van, hogy december 31, akkor ügető szilveszter. Hát ez a leghálásabb. Tehát, bocsáss meg, nem nehéz eladni. Ugye? Hát most csak azért menjünk vissza az alapokra. 1999-ben volt az első, én abban az évben kerültem oda főállásban, korábban csak közvetítettem, és a szilveszterkor az előtte való években, évtizedekben is általában mindig volt verseny, és azt vettük észre, hogy népszerűbb az átlagosnál. Tehát nem mondjuk 1000 ember van kint a pályán, hanem mondjuk 2-3000 ember. Most az egy lényeges különbség volt, és én erre próbáltam ráépíteni. Nyilván meglehetősen kezdetleges módszerekkel még 99-ben, akkor kimondottan az egyetemekre, főiskolákra koncentráltam, házilag nyomtatott szórólapokkal mentünk ki, és akkor találtam ki, akkor még nem volt divat ezeken a nagy lovas rendezvényeken az úgynevezett sztárfutam. Ugye az elsők között volt, akik jelentkeztek, a Martinek Jani, aki mind a mai napig hajt, szegény Bubik Pista, akire már emlékezünk egy emlékversennyel. A két Lázár testvér, Lázár Zoli és Lázár Vili Székely Zoltán volt ott, úgy némlik az elsőbe, Pintér Tamás Oroszlán, akiről szintén sajnos már emlékversenyt kellett elneveznünk. Szóval így indult ez 99-ben, és onnantól mondhatjuk hivatalosan ügető szilveszternek ezt a rendezvényt. Előtte voltak szilveszteri versenyek, hiszen át is alakítottuk a kollégákkal helyből annak a versenynapnak a programját. Például a championokat korábban egy kis díszteremben köszöntötték a külvilág teljes kizárásával, és akkor én azt mondtam, hogy tiszteljük meg annyira ezeket a sportolókat, hogy köszöntsük ott a nagy közönség előtt. Az évlovait akkor vezettük fel. Szóval bejött egy-két ilyen fix program, mind a mai napig természetesen szerepel, csak hát a mai nap most már úgy kinőtte magát, hogy tavaly 12 ezer ember volt kint a Kincsen Parkban. Szóval most már hálás feladat az ügető szilveszterről beszélni, meg az ügető szilvesztert promotálni, és nekicsel kellett indulni. Most már az okozza a gondot, hogy milyen újítást tudsz kitalálni? Mert gondolom azért a nézők elvárják, hogy minden évben legalább egy valami új dolog legyen. Hát ugye erre azt szoktam mondani, hogy lesz 10 új futamunk, tehát lesz 10 olyan futam, biztos, hogy nem volt az előző esztendőben. Igen. Ami az újításokat illeti, minden évben próbálunk a sztárfutamba behozni új arcokat. Az idejében azt gondolom, hogy sikerült egy-két igencsak neves embert behozni, elég, hogyha Ungvári Miklósra gondolok, aki ezüstérmes, csergácsos volt ugye az olimpián, és nagyon nagy lóbarát, és nagyon profi lovas hozzáteszem, hiszen nemzeti vágtán is lovagolt, a világkupán, az arénában is lovagolt. Mert ugye, hogyha elárulunk egy kis titkot, ő díjúrató versenyeken is indult. Így van, testvére is nagyon jó lovas, tehát őt átképezni ügető hajtóra azért az egy egyszerű feladat. A másik szerintem nagy ásza ennek a rendezvénynek egy szuperember, szuper Levente. Aha. Akiről tudni kell, hogy az egész családja nagyon rajong a lovakért, és most egy testvérharc is lesz a tervek szerint, szuper Levente és testvére szuper Géza. Sőt, nekik között volt is lovardájuk, nem tudom, megvan-e még a szuperéknek. Hát ők üzemeltetik-e, vagy bérben van adva, azt nem tudom, de nagyon kötődnek barátok, a lovakhoz. Tehát nem az van, hogy van egy ló, és akkor kijárunk simogatni, tehát ők nagyon komolyan. Így van. Tehát az újítások ők lesznek. Természetesen aztán vannak fix versenyzőink. Hoztam magamnak papírt, hogy nehogy kimaradjon valaki is a felsorolásból. Most ott tartunk, hogy Székely Zoltán párbajtőr világbajnok vezeti a Joker kupát, a Zente Ferenc emlékverseny lesz ez egyébként. Pintér Enikő, ugye a legendás Pintér Tamás Oroszlánnak a lánya, aki a róla elnevezett emlékversenyt megnyerte az idén. Dr. Bényi Szabolcs szintén most már néhány éve itt van köztünk, Pintér Oroszlán hozta még be, és nagy lelkes rajongója lett, meg lófuttatója lett az ügetősportnak. Köműves Péter kollégám, aki rádiós műsorvezető, tévés műsorvezető, mindennel foglalkozik, ami a médiában szerintem felelhető, és nagyon nagy lóverseny szakértő és hajtó. Farkas György, aki ez egyik tehetségkutatóban, egy ilyen speciális rapper fiú, aki dadog, amikor beszélni kell, és amikor rapperni kell, akkor nem sokan emlékeznek le. Gulyás Kis Zoltán barátunk, nyugodtan mondhatom, abszolút világklassz és többszörös Guinness rekorder
kaszkadőr, Kőbárita, kinek kell bemutatni, igen, az egykori kajak királynő, a lóverseny nagy szerelmese, ő is nyert már. Kőbáritánál hajt még egyébként? Rendszeresen most nem nagyon látjuk már Szulkiban Ritát, viszont ilyen meghívásos versenyekre mindig eljön. Mert régebben rendszeresen ott volt az ügető. Így van, volt saját lova is, most egy kicsit szerintem váltott az életmódján, uh-huh, de természetesen a lóversenytől nem szakadt el, és hát mondta, hogy első szóra jön Szilveszter, mert tudja, hogy ezek a futamok alapvetően a lóversenynek, igen, a népszerűsítéséről most szólnak. Most egyes érek szerint most edzőként akar visszamenni a kajaksportba, a Kőbe. Majd ezt is megkérdezzük tőle, de kint a Kincsen parkban. De marad azért, ott van akkor ott. Igen, Krucsó Ágnes, aki egy nagyon híres lovas familiának az egyik tagja, tavaly ő nyert egyébként ezt a futamot kaszkadőrként, és sokat dolgozott, az szinte az összes magyar filmben a női főszereplőt, uh-huh, ő helyettesíti az elmúlt évtizedekben. Epres Attila, kitűnő színművészünk ott van, hát azt gondolom, hogy ő is most már több mint egy évtized, uh-huh, az ügető. Nyilasi Bálint, ugye nem csak arról híres, hogy a papája, igen, Nyilasi Tibor, hanem arról is, hogy nyert már szilveszterkor versenyt, nem tudja eldönteni, hogy a labdarúgás vagy a lóverseny szereti el jobban, mind a kettőért. Igen, amikor nem a focipályában, akkor a Kincsen parkban. Igen, és egy kis bulvárt is azért hagyd tegyek hozzá. A lóverseny és a labdarúgás egy újabb ponton kapcsolódik. Na. Erről beszéltünk már egyébként lóversenyadásban, tehát nem titok, hiszen meglehetősen szoros szálak fűzik az idei championhoz, Suták Csengéhez, az utánpótlás championhoz. Tehát itt is mutatja, hogy a lóverseny és a labdarúgások ponton azért egy közös sport. Igen. Pirog Gábor lesz a Bubik István emlékverseny egyik szereplője a tervek szerint, ő is világhírű kaszkadőr, ugye mindenkinek volt már többek között Schwarzeneggernek, Martinek Jánost kétszer nyert az ügetőn, kétszer nyert olimpiát is. Most is itt lesz Brunner Márta, nagyon ismert színésznőnk, tévés műsorvezető. Balogh Gábor, ugye olimpiai második, többször ötszörös, igen, vagy négyszeres világbajnok, öttusázó. Van a lóhoz, igen, egyébként az idei promóciónkban nagyon sokszor fogunk vele találkozni, mert ő nyerte, igen, tavaly ezt a versenyt, úgyhogy ő szerepel majd a hirdetésekben is, uh-huh, és őt lehet majd hallani. Burucs Borbála, ő egy újonc, tudni kell, hogy az egyik legtehetségesebb diugrató. Azt gondolom, te is mered kontinens viadalokon, igen, szerepel, nagyon eredményesen korosztályos versenyeken válogatott. Ungvári Miklós, akiről beszéltem, és Szuper Levent és Szuper Géza. Nagyon-nagyon veretes a névsor, és hát ezek hivatalos lóversenyfutamok, ezekre lehet fogadni, és hát minden évben ezek a csúcspontjai. Ezt a futamot azért találtam ki, hogy a médiát ki tudjam hozni, igen, valamivel. És ez helyből nagyon működött, mert már 1990-ben is jó néhány televíziós csatorna, aki akkor épp működött, kijött, igen, és foglalkozott a témával. Tehát ez az egyik olyan fix programunk. Szintén fix program most már évek óta, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk Galambos Lajossal és barátaival. Hát én azt gondolom, hogy az a fajta zene és az a hangulat, amit oda tud varázsolni, az pontosan élik az ügető szívbe. Teljesen, igen, természetesen ott élőben fog zenélni majd. És nagyon-nagyon jó hangulatot csinál. Ráadásul őt már azért ugye versenynap közepe felé tesszük be, amikor a forradboltól meglehetősen emelkedett a hangulat. Azt gondolom, hogy ez is egy bukhatatlan téma. Természetesen a napi főfutamunk az ezúttal is majd a Lovrejleti díj lesz, a Befag támogatásával, az egyik fő támogatónk évek óta már, az a Bakonyerdő ZRT, amiről beszélek. És hát ami számomra nagyon fontos volt már a kezdetektől, hogy akik egy évben egyszer jönnek csak ki lóversenyre, azok is minél többet tudjanak meg, hogy mi történt abban az esztendőben. Az óriás kivetítőn megnézhetik az évi legnagyobb galopversenyeket, uh-huh, az ügetőversenyeket, ugye jön az év lova, Latin Lover, uh-huh, jön az év magyar tenyésztés lova, Kompletta, jön az év ügető lova, Orlando Bloom, jönnek a championok, tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos mind a szereplőknek, mind a nézőknek, hogy egy olyan találkozási lehetőséget biztosítson. Ez egy biztosítson. Olyan nap, ahol aztán tényleg rengeteg új arc is eljut az, hogy igen, na ő lett az év lova, ő lett az év zsokéja. Igen, igen, és hát te is tudod, hogy ennek azért óriási jelentősége van, és sokan vissza is térnek akkor a következő szezonban, és nekik egy Stanislav Georgiev, vagy egy Kovács Sándor, vagy egy Fazekas Imre nagyon sokat mondó név lesz a következő évben. Fazekas Imre valami szenzációs hírrel így van szolgálni vele kapcsolatban. Harmadik éve kapunk meghívást Franciaországba egy nemzetközi találkozóra. Azon országok hajtóit hívják meg a francia szervezők, ahol vannak francia ügetőlovak, és Magyarország is egy ilyen hely, és minden évben egy profi hajtót általában delegálunk, két éve Dénes Áron volt, tavaly Lakatos Csaba, az idén pedig Fazekas Imre, és egy egészen jó esélyű lovat kapott Fazekas Imre, de
ennél sokkal fontosabb, hogy ezt meg is tudta jól hajtani, igen, ezt az esélyt, és harmadik lett egy 14 lovas mezőnyben. Én azt gondolom, hogy ez az ügetősport Mekkájában, Vencemben, ez egy óriási nagy teljesítmény. Smulovics Zoltán kollégám volt ma, vagy idén kint a versenyszervező részre, egy nagyon érdekes cikket írt, és hát én azt gondolom, ugyanúgy, mint ahogy én voltam két évvel ezelőtt ezzel a történettel, rendkívül mély benyomást tett ránk az a közeg. Szóval azért azt tudni kell, hogy az a világ egyik csúcsa a ügetőben. De akkor ügetőben, akkor itthon valamink, akkor mindig akkor fazekas a első számú továbbra is a kérdés. Fazekas az első számú az idomároknál, a hajtóknál viszont óriási küzdelem van még mindig. Vagy Lakatos Csaba, aki kétszer egymás után győzött, vagy Hajnal Tibor, aki szintén ugye régóta ott van az élvonalban. Hajnal nagyon belerősített a szezon második felében, ez a kérdés nem dőlt el. Fazekas már eldőlt, hogy ő lesz a champion. Az amatőrök kérdése sem dőlt el. Pont most lesz majd szombaton egy amatőr versenyünk, ahol még a három reális pályázó, Balogh Bernadett, Kelemen Viktor és Nagyvári Andrea is szülkiba fog ülni. Úgyhogy ott még azért vannak kérdőjelek, annyit tudunk, hogy az év ügetőlova és az ügetőkupa győztes az Orlando Bloom. Csak úgy, mint tavaly, hiszen az utolsó nagy díjat megnyert a Ménesek díját. Ügetőről kapcsolatban még egy kérdés, amit mondták, hogy kérdezzem meg, ugye annó, mikor még szegény Tónai Laci élt, híres ugye hajtó volt idomár. Abban az időszakban Fábri Sándor is rendszeresen megfordult a kincsen, vagy több hajtó, ugye szulkiba ült. Mi van a Fábri Sanyival? Igen, erről szeretem volna beszélni. Nagyon szeretnénk, ha ott lenne szilveszterkor. Sajnos tavaly volt neki egy balesete tavaly ősszel. Ez még a Lacinak a halála előtt történt. És azóta nem jött vissza versenyezni. Nagyon jól futottak a lovai az idején, Lézer nevű lova többek között az idei esztendőben, meg Magda többek között a pályán. Fazekas Imrénél vannak egyébként, a lovai oda kerültek át. Én azt gondolom, hogy egy eredményes szezont zártak a versenyen, de sajnos őt nem láttuk szulkiban. Nyilvánvaló, ő is az egyik fénypontja és az egyik különlegessége lenne a szilveszternek, mert ahogy ő megszólal mondjuk ott a díjátadáson, úgy senki nem tud. De szulkiban már nem ült szilveszterkor. Tavaly már nem volt ott, előtte ugye éveken keresztül versenyzett, igen. Általában nem ment jól neki a hajtás szilveszterkor, azt is mindig elmondja. És sajnos én nekem van egy olyan érzésem, hogy idén sem fog fölül. Nagyon sokat hagyott ki, és lehet, hogy most nem akar most már versenyezni. Most a törés a baleset miatt van, vagy az, hogy minden baleset, a Laci meghalt? Én szerintem ez pont úgy rosszul jött össze ez a két dolog. Tehát azért neki nagyon nagy mentora volt a Laci. Tehát gyerekkori barátja volt, és nagyon ragaszkodott hozzá. Lényegében a Tónai Lászlónak köszönhetjük a Fábri Sándort az ügetőn. Ez ilyen nyílt titok, ezt mindenki tudja. Biztos, hogy mind a kettő közre játszik ebben. De minden esetre így is egy különleges versenynapra számíthatunk. Mindenki jöjjön ki. Ugye szokták, hogy van-e belépő, szilveszterkor én azt gondolom, ha jelképes belépő, de van, de azért nagyon sok mindent fogunk adni. Ugye elmondhatom, 1000 forint lesz megint a felnőtteknél, a gyerekeknek, nyugdíjasoknak 600, de lesz egy hatalmas hátrunk, két kivetítővel. Tehát ugye arra is fölkészülünk, hogyha olyan idő lesz, hogy minél több fedett helyre lesz szüksége a nézőknek. Akkor tudjanak hova menni. Ott is lesz hangosítás, tehát olyan hangulatot teremtünk a sátorban, amit egyébként Angliában láttam először Liverpoolban, hogy mintha ott lennének a pályaszélén vagy a lelátón. Angliában kint van 100 000 ember a Grand National-en, és nagyon kevesen tudják, hogy annak a mondjuk szerintem 20% az ilyen óriás sátrakban ott dörjön. Ott nem lehet csak inni, fogadni, meg lóversenyt nézni. Igen. De nagyon népszerű, és bocsánat, maximálisan így ki tudják szolgálni az igényeket. Azért egy ügetőn, úgy általában egy hétközi versenynapokon, hogy nem ártana PR szempontból egy olyan arc, mint volt a Fábri Sándor. Próbálkoztok-e, hogy egy-két ismert arcot valahogy úgy rendszeresen, tehát ne csak a szilveszterkor jön szulkiba, hanem úgy rendszeresen? Hát ugye ez a Joker kupa is lényegében ezt a célt szolgálna, ahol említettem, hogy azért jó néhány ismert és közismert ember van. Ami nekünk nagyon sokat segítene, ami úton van, csak ami nem valósult meg, hogy tervezzük egy új tévéstúdiónak a felépítését, beszerzését, és onnantól kezdve országos médiára ki tudunk újra menni hosszú idő után, és onnantól kezdve szerintem ezeknek a futamoknak, ezeknek a fajta PR-oknak sokkal nagyobb és sokkal átütőbb lesz a sikere. Én úgy gondolom, hiszen ugye mind a ketten médiában dolgozunk, tudjuk, hogy a tévé azért az egy nagy hatalom. Tehát tévé nélkül eladni szerintem bármit, legyen az egy sportág, vagy legyen maga egy sportoló, nagyon nehéz, és éppen nem véletlen, hogy ezeket a napokat, meg a galopderbit, meg az ügetőderbit használjuk ki, mert ott vagyunk a sporttelevíziónak köszönhetően a széles közönség előtt. Legalább ilyenkor. Igen. Szóval visszatérve, ez egy nagyon jó nap.
Szóval ügetőben még van néhány napunk, de hát a galop az... Igen. Galop az véget ért. A galop az véget jó, ért. Kezdjük a legfrissebb hírrel. Galop, jó? Térünk rá galopra. Legfrissebb hír, hogy Mikóczi Zoltán bejelentette, amin meglepődtem, de lehet, hogy majd te elmondod, hogy ez hogy lehet, hogy úgy döntöttek, hogy overdose, annak ellenére, hogy idén egy verseny sem indult, jövőre versenyezni fog, mi több, és igazából ezt minden értettük laikusok, hogy három verseny van, így hangzott, overdose-ban. Ez hogy kell értelmezni, ez hogy jött ki, ez mit jelent? Hát valószínű, hogy erre a Mikóczi Zoltán tudna igazán korrektül és egyértelműen és érthetően válaszolni. Én nem tudom, milyen három versenyre gondolnak. Én azt olvastam, meg én azt hallottam, hogy szeretnék még a tenyész értékét a lónak növelni. Na most ezt ugye nyilván tudjuk, hogy a ló a Grup 1-es versenyen kívül mindent megnyert az életében. A Grup 1-es verseny nyerni overdose-nak még csúcs formában, meg fiatalon is egy komoly feladat lett volna. Ugye tudjuk, hogy nem nyert. Egyszer nyelhetett volna, igen, de akkor az a fránya startgép nem nyílt ki. Annyi legalább, hogy a sportigazgatót, vagy a versenyigazgatót, vagy pályaigazgatót, nem tudom én kicsodát kirúgtak Franciaországban, és átépítettek egy csomó gépet. Tehát valami haszna legalább volt, ami bal szerencsénknek Franciaországban, hogy azóta nem fordult ilyen elő, hogy nem nyílt ki a startgép. De kétségtelen, hogy azóta a Grup 1-es versenyben futott Royal Ascoton, és szerintem szenzációsan futott, de az tavaly nyáron volt. Ugye, utána is tudjuk, hogy volt egy hosszabb kihagyása, nyert egy Grup 3-as, ha jól rémlik, kint Rómában, mert szerintem az is Grup 3-as volt Dettorival, azt a versenyt, amit megnyert 3 éves korában is. Ugye nyilván, hogy nem olyan formával, már nehezebben nyerte meg. Most, ezek után abban bízni, hogy újra a legjobbak között nem jól fog futni, hanem még nyerni is tud. Hát nyilván, hogy az a menedzsmentnek a hatalmas optimizmusára val. Én azt gondolom, sokkal közelebb vagyunk az igazsághoz, hogyha Száraz Györgynek a szavait idézem föl, aki itt volt nálad nagyjából egy hónappal ezelőtt, november elején, és ő azt mondta, hogy ő véleménye szerint az overdose-nak, hogyha már egy nemzeti kincsről beszélünk, akkor a nemzeti ménesben lenne a helye. És a Gyurinak ezeket a szavait én maximálisan tudom osztani. Lehet, hogy már nálad is, de én nagyon sok helyen ezt elmondtam, én ezt ugyanígy gondolom. Overdose-t annak idején azért száll be egyébként az öt nagy magyar cég is, hogy ezt a nemzeti kincset megtartjuk. Én szerintem úgy tudjuk a legjobban megtartani, hogy őt maximálisan ki tudja szolgálni a magyar lóversenyzést. Nyilvánvaló, ez a nemzeti ménes menedzsmentjének és Mikóczi Zoltánnak, illetve a ló menedzsmentjének a feladata lesz, hogy találjanak egy olyan közös megoldást, ahol mindenki jól fog járni. Na ugye most arról volt szó, hogy a ló kimenne külföldre, és onnan majd 14 darab ló, vagy hány darab ló kimenne. Én megmondom, hogy 100 darab magyar lovat szeretnék overdose mellett látni, és maximum egy-két külföldit. Nyugatiaknak ott vannak a jó ménjeik, ők tele vannak ilyen lóval, nekünk meg 50 évenként van egy. Tehát Imperial Lót, ez az első olyan lovunk, ami ilyen nemzetközi eredményt ért el. És én itt ezt be is fejezném. Nekem ez a véleményem, Gyurival egyet kell, hogy értsek. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy a ló itt maradjon. De önmagában ugye most, ami még előrébb van ennél, az, hogy most valóban még tud versenyezni? Nyilván... Ebben az évben nem tudott. Nyilván elképzelhető, hogy tud versenyezni. Inkább az a kérdés, hogy milyen szinten tud versenyezni. Ugye nagyon-nagyon sokat kihagyott a ló, tudjuk, ilyenkor azért az izomrendszere, a tüdeje minden visszarépül. A ló ráadásul öregszik már. Tehát minden az ellen szól, hogy a legjobbakkal föl tudja venni a verseny. Nyilván overdose csinál már csodálatos dolgokat, de azt, hogy mi szól mellette, szerintem Mikóczi Zoli rendszeresen a te vendéged bejössz és megkérdezett tőle, amint el tudják kezdeni tréningezni, mert azért feltételes módba rakta. Tehát azt mondta, hogy nyilván természetesen csak akkor, hogyha nem lesznek egészségügyi akadályai. Igen, de hát, ha jól emlékszem, már egy éve ezt mondja. Ha mindig fel, ha majd munkába, ha... Tudjuk, hát sérült ott. Mindig dolgozik, visszasérült. Dolgozik, visszasérült. Igen. Most kéne neki szerintem ilyen hosszú kihagyás után most... Jó, csak hogyha... Nagyon optimista akarok lenni, és egy 4-5 hónap folyamatos tréning. Tehát nem az, hogy dolgozik 2 hetet, azt megint nem dolgozik, hanem... Tehát amiért 2011 tavaszán nagyon bíztunk a jó szereplésében, akkor azért tudtuk, hogy a ló hónapok óta nagyon keményen tudott dolgozni, és úgy ment ki Berlinbe, Hopegarten, hogy nyert is könnyen. Utána volt egy hetedik helyezése, de azért nem egy olyan rossz hetedik helyezése, hozzáteszem, Haydock Barbie, és utána jött az a szenzációs Ascoti futása.
Hát bízunk benne, bízunk benne. Én azt gondolom, hogy igazán nagyot, ez az én véleményem, overdose, a Ménesben fog még produkálni. Ő most nem lesz a taögető szilveszterkor. Ő most nem. Már hát nyilván nagyon föl is húzza, amikor behozzuk, meg úgy vagyunk a Mikóczi Zolaékkal, és hogy akkor mutassuk meg, amikor, amiről beszél. Nyilván, hogyha azt mondanánk, hogy visszavonultatjuk, és utoljára látjuk, lehet, hogy jövőre itt lesz. Értem. Elképzelhető. Jó, van még pár percünk, akkor milyen volt az idei hazai galop verseny? Összességében szerintem jó. Összességében jó. Ugye beszéljünk az év lováról, Latin Lover-ről, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy negyedik hármas korona nyerőnk legyen. Nyilván a legjobb három éves volt a pályán, ezt mindenki tudja, megnyerte a nemzeti díjat, megnyerte a derbit, közte még az alaki díjat, és kellett volna neki a Léger győzelem. Ugye előtte megsérült, ezért nem tudott starthoz állni a magyar Szent Légerben, így is ő lett az év lova, biztosan nyerte a pontversenyt. Érdemes beszélnünk Komplettáról, aki az év nagy felfedezettje. Három kiemelt versenyt tudott nyerni. Megnyerte a magyar Kanca díjat, a Kovács Mihály emlékversenyt, a magyar három évesek nagy díjat, és megnyerte a magyar Szent Ledger. Szerintem ez egy fantasztikus teljesítmény egy magyar tenyésztésű kancától. Mindenki... Hány éves? Most volt három éves. Meg kell említenünk Osztinátókat, aki az előző évi derbi nyerőt, aki a két nagy nemzetközi futamunkat nyerte. Megnyerte a Millennium díjat tavasszal, és megnyerte ősszel a Kincsem díjat, pont Latin Lover-t verte. És egy olyan őrült magas formát futott kint Berlinben, amivel most komoly fejtörést okoznak a menedzsmentjének, hiszen a ló a tervek szerint, és nem tudom, erről már volt szó a műsorban, jövő héten utazik Dubajba. És igen, ott igen, a karneválon versenyeznének vele. Kovács Sándor, mint ugye champion, ugye tréner, ugye elmesélte. Szóval most is úgy néz ki, hogy irány Dubaj, néhány versenyt szeretnének vele futni, de most meg az a gond, hogy most meg túl magasra értékelték a nemzetközi formáját, jobban egy kicsit lejjebb értékelték és ez volna. Ez baj, hogy mi is értsük logikusan. Hát ez azért baj, mert minél lejjebb értékelik, annál gyengébbe kell tud kinfutni Dubajba. Ja, értelek, most, igen, és hogy az lenne a legjobb, ha a leggyengébb kategóriába tudnak kezdeni, most egyel följebb kell valószínű kezdenie. Ezért baj. Hát soha nem elégedettek a tulajdonosok, mert amikor a ranglistát nézik, akkor mindig nagyobbat szeretnének, amikor a lovaknak a generálszámát mindig lejjebb szeretnék tolni. Tehát Osztinátó egy kuriózum lehet. Ugye tavaly kint volt overdose, de ő nem tudott futni. Hát bízunk, hogy overdose, vagy Osztinátó, hogyha már elutazik oda, akkor tud futni. Elfut, és még hogy tervezik? Hány futás, ha csak kimegy? És hát kettőt mindenképp szeretnének futni, mert a pénzügyileg az nagyon fontos lenne, mert az arab szervezők akkor finanszírozzák a lónak az utazását, a repülős hogyha utazását. Hogyha mondjuk kétszer? Igen, az alapfeltétel. Tehát kétszer mindenképp, és úgyis úgy lenne, hogy egy-kettő, és attól függ, hogy gondolom én, hogy fog szerepelni, vagy a világkupának a napja március végén, vagy egy ahhoz közeli versenynap. És akkor utána jön haza, és majd a Kincsem parkba folytatja. Hát igen, de remélhetőleg sikeres lesz kint, remélhetőleg egészségesen jön haza, de akármilyen állapotban jön haza, egészen biztos, hogy nem fogjuk őt látni az első fél évben. Na, én persze pihennie kell. Pihennie hát kell. Ő azért gondolj bele, hogy tavasz óta folyamatosan versenyez, folyamatosan talpon van. Neki hiányozni fog ez a téli leállás. Igen, hát ez a legnagyobb fejtörés Kovács Sándornak is, hogy ezt most hogy hidalját, hogy erre hogy fog reagálni a ló. Én azt gondolom, hogy maximálisan mindent meg fognak tenni a siker érdekében, mi pedig szurkoljunk, hogy ő legyen az első ló akkor, aki starthoz tud állni a híres arab versenyen. És még a placon is végez? Hát a placon is végez, akkor meg a tulajdonosok még boldogabbak lesznek, mert jön vissza valami pénz is. Akkor ha úgy kérdezem vissza, hogy a placon is végez, azon túlmenő pénz, akkor őt hova emelni itt Imperial Overdose társaságában? Hát attól függ, melyik versenyben fog placon végezni. Hogyha placon végez mondjuk a Dubai World Cup napján a 3200 méteres Gold Cupban, vagy netán placon végez, mondjuk egy még szélsőségesebb dolgot a világkupába, hiszen most még a nagy napra is, a világkupa napjára be lehet ingyen nevezni a lovakat, majd az indulásért kell csak fizetni. Úgyhogy még az is elképzelhető, hogy látjuk a világkupán, ami 10 millió dolláros. Hát ez is a placon végez, akkor nagyon gazdag emberek lesznek a tulajdonosai, meg mindenki a közelében van, mert 6 millió dollár az első díj, de a harmadik is elég jól fog fizetni, de ad egy. Ad kettő nyilván akkor nagyon magasra emeli. De én azt gondolom, hogy overdose így is az előbb említett lovak mögötti kategóriába besorolható. Tehát ugye az elmúlt 130 évben beszélünk Kincsemről, Imperiáról és overdose-ról. Legalábbis én róluk beszélek, akik a legmagasabb nemzeti szinten versenyeztek. És utána jönnek azok a kategóriájú lovak, akik egyen lejjebb vannak, és ebben benne van Osztinátó, és szerintem ez is már nagyon nagy dolog. Nem bőjön megint egy jóbetűs ló akkor. Igen, megint egy jóbetűs. De ő benne lehet az, hogy
stabilan nemzetközi szinten, akár egy grup 3-as futamon majd. Jól mondtad, tehát grup 3-asban igen. Tehát ez egy grup 3-asban volt harmadik Berlinben, jó harmadik volt. Én azt gondolom, hogy neki az lehet a realitás, hogy egy jó formát kifogva, ideális körülményeket, ideális versenyt, megfoghat egy grup 3-as versenyt. Na most, hogy ez most lesz Dubajban neki, ugye eleve azért ott egy kicsit átértékelődnek ezek a kategóriák, igen, meg jönnek be a dél-afrikai lovak, szóval egy kicsit máshogy fognak kinézni a versenyek, mint itt Európában. Ami nem azt jelenti, hogy könnyebbek vagy nehezebbek, inkább azt mondom, hogy más mezőnyökkel, más lovakkal fog futni. De Európában, mondjuk Németországban Ostinátónak egy grup 3-as győzelem abszolút reális lehet. Időnk letelt, akkor december 31-én 2 órakor kezdünk. 2 órakor kezdünk, és nagyjából este 7:30-ig leszünk együtt. Mindenkit várunk nagy szeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. További sportosat. A Dino Sport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.